legnagyobb színészeink között kell megemlítenem Latabár Kálmán nevét. Ez az összeállítás most róla fog szólni. Latabár Kálmán sajnos már 54 éve nincs közöttünk. Egy igazi energiabomba, vérbeli tehetség, közkedvelt komikus volt ő, aki egy nagy színész családból származott. Emlékét ma már csak a megkopott videóanyagok őrzik, amelyekből jó néhány felvétel ott kering az internet videó megosztó oldalain is. Latabár Kálmán mosolya feledhetetlen volt. Egy pozitív gondolkodású, remek humorú színészóriásról van szó, aki igazán maradandót alkotott. Bármikor, amikor megjelent a színpadon, hatalmas tapssal fogadták őt. Hihetetlenül közkedvelt személyiség volt, akit filmekben s színpadon egyaránt szerettünk. Öröm kinézni az utcán! Na, te hogy öröm! Honár néni! Drága Honár néni, baj van! Mi baj? Jön a csizmadia! Mi az? Bocsánat, pillanatra. Keresek valakit önök közül. Még mindig keresek. Még mindig. Nézzétek, kit hoztam nekem! Gondolom, drága! Miért liektek? Honnan jöttek? Latabár Kálmán 1902-ben született Kecskeméten. Kossuth díjas, magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a 20. század egyik legnépszerűbb magyar komikusa volt. Ifjabb rajongói egyszerűen csak Latinak nevezték. Dédapja, nagyapja, s az édesanyja, valamint az édesapja is színész volt, miként Latabár Kálmán fia, ifjabb Latabár Árpád is. Rákosi Szidi színi iskolája után a fiatal Kálmán 1922-ben a Várszínházban lépett először közönség elé, mint táncos komikus. Kezdetben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött, majd 1927 és 1933 között Árpád öccsével együtt zenés artista számokkal turnézott külföldön. Együtt léptek fel a világhírű rendező Max Reinhardt színházában. Reinhardt a testvérpárt az európai fiatal színész nemzedék legjobbjának tartotta. Több kritikus is Buster Keatonhoz és Charlie Chaplinhez hasonlította őket. Ide hallgass! Ismered a holló viccet? A holló viccet? Nem. Kár. Melyik fülem cseng? A jobb. A jobb? Akkor sírni fogok. Bolond, szemedet összetéve. Ilyen jó viccet még nem hallottál. Ne mond. Most nem tudom, mondjam vagy nem mondjam. Mondom, hogy mond. Latabár Kálmán a hazatérését követően különböző fővárosi zenés színházakhoz szerződött. Az első filmjét 1936-ban forgatták Sportszerelem címmel. Ezt aztán számos nagy sikerű alkotás követte még. Emlékezetes filmje volt többek között az Egy bolond százat csinál, az Egy szoknya, egy nadrág, a Mágnás Miska, a Civil a pályán, a Képzett beteg, az Állami áruház, vagy éppen a Fel a fejjel. Latabár Kálmán az első filmjének készítése idején vette feleségül Walter Katalint. 1938-ban megszületett Kálmán fiúk, aki felnőttként ugyancsak a színészmesterséget választotta. Latabár Kálmán puszta tekintetéből sugárzott a jókedv és az öröm, az örök vidámság, az élet és a játék szeretete. Még az utcán is szívesen bohóckodott bárkivel. Nyílt szívű és őszinte ember volt. 1945-től mindvégig a Fővárosi Operettszínházban játszott. Máig emlékezeteset alakított Menelaosz, Bóni Gróf, Frosch, valamint Nyegus szerepében. Kiváló tánctudású komikus volt, akinek rögtönző és karikírozó készsége féktelen komédiázó kedvel párosult. Méltatlankodó hanghordozása, félszeg mozgása, virtuóz ügyetlensége, egyéni humora óriási népszerűséget szerzett számára. Minden szerepére nagy odafigyeléssel készült. Előadásait rengeteg próba, pontos begyakorlás előzte meg. Sikerének valójában ez volt a titka. És talán az is, hogy a játékával senkit sem állított pellengérre. Szerette az embereket, a közönség felszabadult kacagását. Doktor Kálmán, miért az én fülem fogja, miért nem fogja a magáét? Hát fogadom én a barát fülét. Önöket miért megyek soha? 20 000 forintot nyerne a lotton. Gyere! Csókolj
megszapor ántú bicám, ha megfőztél most, meg egy hülde meg ám, türelem nagy. Fifizni, epitizni, De jó ég. Hát ennek a póráznak a végén mindig egy kutya zúr. Ugyan! Egy átszálló jegyen nem újjon. Voltam én már kocsi vezető is a 46-os villamoson. Bizony. 46-os sárga villamoson, és hihetek a papámhoz. Nincs egy 6-os, a zsebembe tudom, de engem ezért ne át. Debi! Anyika, mondjorról van az ő tetején, ám? Ilyen én! Városban itt van rendesen, a pikfiú s a kár után, összenevettek csendesen. Sligovica. Kismértékben orvosság. Most pedig szépen elmegyünk az STK-ba. Jó, menjetek. Kivel mentek? Vele. Jó. Vele? Mondd el, hogy nagyon beteg vagyok. Várjon, mondd azt, hogy az éjszaka már nem is éltem. Latabár Kálmán munkásságát 1950-ben Kossuth díjjal ismerték el, és ugyanebben az évben érdemes művész is lett, 1953-ban pedig megkapta a kiváló művész kitüntetést. A művész a szilveszteri műsorok állandó szereplője is volt, emellett számos kabaré jelenetben mozgatta meg a nézők rekeszizmát. Az egyre súlyosbodó cukorbetegsége miatt az utolsó heteit már kórházban töltő Latabár Kálmán 1970. januárjában hunyta le szemeit örökre. Betegségét nehezítette a rendszertelen életmód, a színészi mesterséggel járó állandó stressz. A nagy nevettetőt, a feledhetetlen komédiást, a virtuóz táncost, a legendás humoristát az egész ország gyászolta. Mind az újságok, mind a rádió s a televízió méltóképpen elbúcsúztatta őt. Születésének 75. évfordulóján 1977-ben Kecskemétváros tanácsa emléktáblát helyezett el az épületen, mely szülőháza helyén áll. Az emléktáblát 2008-ban felújították. Latabár Kálmán feledhetetlen alakításainak emlékét máig őrzi az utókor. Emlékezzünk nagy szeretettel és mély tisztelettel a nagy színész dinasztia egyik kiemelkedő alakjára, Latabár Kálmánra. Kartorú Ákos. Szép, mi? Új kreáció. Csupa egyszerűség. Ön nem tudja, hogy... De tudom, kérem, tudom. A sárga meg a piros, mind a kettő tilos. Mivel tartozom? 10 forint. Kérem szépen. Ez a nap is jól kezdődik. Semmi vész, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha zűr, nem igaz már. Írásban, szóban, telefonon üldöznek a nők, és egytől egyig azzal gyilkol, vegyem nőrőt, nincs más ellenszere. Nos, milyen tortával lőttük a rinocéroszt? Dobos tortával? Akkor halljuk a dobost! Zenét kérek! Halljátok, a zene megadja a jelt, Peti, most! Igen, nem nősülök soha, nem nősülök soha, nem nősülök egyáltalán. És nem győz meg a papa, s nem főz meg nem a mama. Nem csak a 20 évesek ég a világ, az úton még korosztál, nem beléhány korosztál, a réte mindenki talál, virágot. Pompázsok alkalom, maga huncut nagyon, jeridét. Nem vagyok én már az, aki voltam, néha-néha úgy fáj a szívem. Elemény megkérte. Aha, hát azért ugratott minket össze, hogy megkérje. Szóval, amíg mi párbajoztunk, addig ő kérlegetett. Most meg ide, gyerek, ha már. Ide, gyere! Látod ezt a százat? Látod. Na látod.